Szia Mindigo Sport Nation, én továbbra is Kátai Tamás vagyok, és a mai napon úton vagyok Zalaegerszegre, a ZTE hazai pályára, ahol Szabó Zsoltot fogom meginterjúvolni, sőt, mi több, egy kis közös játékra is meg fogom invitálni. Tartsatok velünk ebben a második epizódban, és nézzük meg, hogy hogyan alakul ez a mai napi látogatás. Sziasztok, meg is érkeztünk, itt van mellettem Szabó Zsolt, akinek most föl fogom tenni azt a néhány kérdésemet, amivel készültem. Üdvözöllek a kameráink előtt. Szia, én is üdvözlöm a nézőket. Gondoltam arra, hogy kérdezlek az elmúlt szezonról, vagy kérdezhetnének a jövő szezonról is, igazából az egyik az már a múlt, a másik meg a jövő, és most ugye itt vagyunk nyáron az off-szezonban. Úgyhogy inkább azt kérdezem, hogy egy NB1-es játékosnak hogy telik egy napja, jelen esetben nyilván neked személyesen. Hát nekem most jelen pillanatban elfoglaltan, hiszen a feleségem ugye a magyar válogatottal edzőtáborozik, Európa-bajnokságra készülnek, most már lassan el is kezdődik. És hát a kislányommal vagyok úgy a napokban, vagy hát szinte minden nap. Őrá vigyázok, vele telnek a napok. Akkor főállású apaként tevékenykedsz a nyári szezonban? Így van, most így mondhatjuk. És amikor majd elkezdesz készülni a következő szezonra, az kb. Mikor kezdődik? Hát így egyénileg már azért így a nyár közepén, júliusban én már el szoktam kezdeni kicsit mozgolódni, hogy azért, hogy amikor elkezdődik a komoly felkészülés, ne egy ilyen sokk érje a testemet. Úgyhogy ilyen július elején már szerintem valamit mozgolok. Nyilván megváltozik az a rutin, ami a szezon közben van, és az, ami az off-szezonban van. Mik a különbségek így játékosként? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ilyenkor az embernek ilyen nagyon sok szabad ideje lesz hirtelen, és mondjuk most jelen pillanatban ilyen szempontból nekem annyira nincs, hiszen van egy kislányom, aki azért leköti az időmet, vagy kitölti. De így korábban, amikor mondjuk nem volt, akkor tényleg úgy azt éreztem, hogy ott van egy ilyen nagyobb szabadidő, és sokszor így nem tud az ember vele mit kezdeni. Aha. Persze elmegy mondjuk edzeni, vagy tesz így a mindennapos dolgait, de azért tényleg így sokszor több a szabadidő. Persze ilyenkor lehet azért pihenni, nyaralni, elmenni is haverokkal, ilyen dolgok. Úgyhogy lehet csinálni programokat, de tényleg egy kicsit egy ilyen nagyobb szabadság van, sokszor nehéz kitölteni. Mondhatjuk azt akkor, hogy van ilyen űr nyáron, ami így plusz fókuszt kíván, hogy az ember így ne essen ki a rutinból? Hát nem is mondanám, hogy ilyen plusz fókuszt, vagy nem is űr annyira, de van egy ilyen bizonyos változás, főleg amikor mondjuk vége a szezonnak, és mondjuk hirtelen mondjuk a következő héten nem kell lemened edzésre, akkor így van egy ilyen, hogy na, akkor most csináljunk valamit. De persze, feltalálja magát az ember, el lehet ütni az időt, de... El tudod, mi jut eszembe egyébként, és nem készültem ezzel a kérdéssel, csak ahogy erről beszéltél eszembe, jutott, hogy amikor valakinek véget ér a karrierje, akkor az hatványozottan ilyen lehet, nem? Amúgy igen, gondolkoztam már ezen, lassan úgy érzem, hogy közel vagyok ehhez, valamilyen szinten már a vége fele járok a karrieremnek. Hát gondolkoztam ezen, tényleg ez egy nehéz dolog. Mennyire vagy izgulós típus? Meccsek előtt mennyire van még gombóc a gyomorban? Hogyha izgulsz is, akkor volt-e már valaha olyan, hogy így valami elvette a figyelmedet, akár bemelegítésnél, vagy meccs szituációban? Van olyan dolog, amit téged ki tud zökkenteni? Hát ilyen még nem volt, hogy így valami elvette volna a figyelmemet, szerencsére tudok azért koncentrálni, odafigyelni ezekre a dolgokra, próbálom ezeket a dolgokat kizárni. Hát azt nem mondanám, hogy izgulok mondjuk egy mérkőzés előtt. Nincs ilyen, hogy mondjuk így stressz van bennem, de van bennem egy ilyen hogy mondjam, nem is tudom, ez ilyen pozitív, egészséges druk, igen, egy ilyen pozitív feszültség, hogy azért természetesen nyerni akarok, jól akarok játszani, szeretném, hogy minden úgy jól alakuljon a csapatnak, és szerintem ez mindenkiben benne van, akiben benne van a versenyszellem, meg a győzni akarási szellem. Sportolók vagyunk, nyerni akarunk minden mérkőzésen. Van-e valami speciális személyes rituáléd, vagy ha neked nincs, akkor mi a legfurább, legemlékezetesebb rituál, amit valaha láttál más játékosnál, akár ellenfélnél, akár csapattársnál? Hát nem tudom, ilyen rituálém, ilyen konkrétan, ilyen, hogy mindig valamit ugyanúgy csinálok, olyan nincs.
Mondjuk nálunk az edző nagyon babonás, ilyen szempontból azt észrevettem, nem játékos, de ő mondjuk neki vannak ilyen dolgai. Azt tudom, hogy minden mérkőzésen, amikor az első kosarat dobja a csapat, akkor leveszi a karkötőjét, vagy az óráját, valamelyiket leveszi, most így hirtelen nem tudom, de azt tudom, hogy valami ilyesmi van, úgyhogy ezt majd tőle kérdezzétek majd. Oké. Okay. Jövőre jövünk és megkérdezzük. Remek. Mennyire van a magyar NB1-es játékosoknak ilyen sztárkultusz, mennyire leng körül titeket? Hát. Most nyilván nem kell arra gondolni, hogy vörös szőnyegen várnak a idegenbeli meccseken, de hogy megismernek-e utcán, kérnek-e fotót, mennyire gyakoriak ezek? Hogy van ez? Hát mondjuk nem hívnám sem magamot, se így a kosárlabda játékosokat Magyarországon sztárnak. Szerintem ez a sztár kultusz vagy sztárság, ez inkább abból adódik, hogy mondjuk mennyire népszerű valaki most manapságon, szerintem a médiában mennyire csinálja mondjuk ezeket a platformokat, és mondjuk a tévében, újságokban mennyire szerepel. Én nem gondolom, hogy mondjuk a kosárlabdában mi sztárok lennénk, nem vagyunk még ennyire. Persze vannak ilyenek, hogy az utcán megismernek, főleg mondjuk persze kisebb városok, kisváros, Zalaegerszeg sem egy nagy város, itt is azért kisváros jobban így az emberek magáénak érzik a csapatot, jobban tudnak szeretni, mondjuk úgymond, jobban felismernek az utcán, hiszen azért ez egy ilyen kisebb közösség. Szokott ilyen lenni, hogy felismernek, köszönnek, vagy egy-egy pozitív szó, hogy szurkolnak, jönnek a mérkőzésre, szóval ez van. De én szerintem ilyen sztárság, vagy egy ilyen dolog nincs Magyarországon. Másik oldalról viszont van-e olyan kapcsolat az életedben, ami a sportnak, az élsportnak köszönhetően jött össze? Tehát kötöttél-e akár ismert emberekkel, vagy bármilyen emberekkel kapcsolatot azért, ami egyébként, ha nem NB1-es kosárlabdázó lennél, akkor valószínűleg nem jött volna össze neked? Hát szerintem sok ilyen van. Már csak abból is, hogy mondjuk mint sportoló eljutsz egy-két olyan helyre, ahova átlagember nem jutnál el, és ott tudsz olyan emberekkel találkozni. Nekem is van olyan, hogy találkoztam olyan emberekkel, vagy olyan más sportolókkal, akikkel mondjuk a nem tudnék kapcsolatba kerülni, hogyha nem lennék kosárlabdázó, úgyhogy vannak ilyenek. És ez egy nagyon jó dolog szerintem, én nem örülök ennek, hogy a sport miatt eljutottam helyekre, olyan helyekre, vagy megismertem olyan embereket, amiket amúgy nem. Drake, vagy nem tudom, ja, igen, ennyire azért nem, ennyire nem. Mármint, hogy így igazából így más sportolókkal hozott össze az élet, és ez tök jó, hogy így már megismer az ember más embereket, más sportolókat, más közegből jött embereket, akik sok pozitív dolgot, meg sok jó sztorit tudnak adni az embernek. Hogyan engeditek ki a gőzt? Azt tudom, hogy volt évvégi bankett, de azt, hogy ott mi történt, azt... Na, hát azért. Azt inkább nem kérdezem meg, de hogy egyébként, hogyha valami tényleg kiemelkedően pozitív élmény éri a csapatot, akkor egyáltalán van-e arra lehetőség, hogy durva elhajlások, brutális éjszakai sztorik, azok itt jöhetnek? Hát a mi évvégi bankettünk azért eléggé szolidra sikerült, hiszen nem sikerült a szezon sem olyan jól, azért nem is volt ünneplés, sima egyszerű ilyen vacsora volt, meg dumáltunk, aztán ennyi, hazament mindenki, de szerintem valamilyen szinten így évközben is kell egy-két olyan buli, vagy egy-két olyan ilyen összejövetel, ahol az ember egy kicsit elengedi magát, kiengedi a gőzt, mert mégiscsak sportolók vagyunk, van rajtunk egy ilyen teher, van egy feszültség, egy ilyen nyomás, hogy azért teljesíteni kell, akkor kiengedjük a gőzt, és akkor lehet, hogy egy kicsit az előbbre viszi mondjuk a csapatot, vagy egy csapat kohéziót is jobban összehozza. Szóval vannak ilyenek, szerintem kell is, úgyhogy ez egy ilyen pozitív dolog, hogy ezeket meg kell csinálni. És szerintem sokan vannak úgy ezzel, hogy mondjuk azt mondják, hogy hát sportoló, vagy négy alap, vagy nem, hogy mondjuk miért iszik ennyit, vagy miért néz ki egy sportoló, egy bújban, mondjuk miért részeg. De miért lehetne, hiszen neki is ki kell engedni a gőzt, ugyanúgy mindenki másnak. És következik a közös játékunk, amit én már speciál nagyon várok, remélem, hogy te is. Természetesen. Abba egyeztünk meg, hogy egy 3 pontos dobó versenyt fogunk játszani, amiben az én dobásaim azok gyakorlatilag lényegtelenek. Arra játszunk, hogy te hibázz, és föltehessek neked minél kellemetlenebb vagy cikibb kérdéseket, úgyhogy szerintem vágjunk bele, ne vagy? Nyomjuk. Itt vagyunk, átálltunk, következő játék következik. Dobáljuk a 3-asokat,
és minden egyes alkalommal, amikor a delikvensünk kihagy egy 3 pontos dobást, akkor kap egy kérdést az arcába, neki szegezve. Vágjunk bele, ki kezdi? Te? Parancsolj! Én. Persze, vendég! Yes! Egyből meg is van az első. Mondjuk ez így nem igazságos, de az a műsor nem igazságos, mert én is kihagytam, de így is jön a kérdés. Életed legcikibb pillanata, emléke kosarasként? Fiatalkoromban, ilyen utánpótlásban, hogy szereztem egy labdát, mentem 1-0-ban, és zsákolni akartam, és hát olyan kihagytam, elestem. Felugrottam valami, volt, nem tudom pontosan, egyensúlyomból kiestem, és így mellé zsákoltam, elestem, az mondjuk elég ciki volt. Azért ilyen nem mondom, hogy rossz emlék, de ez egy ilyen kicsit ciki. Edző, ilyenkor ez hogy reagálja? Vagy akkor hogy reagáltad a konkrétan? Hát akkor üvöltött, hogy fussak vissza. Mert ugye elestem, és akkor nem az, hogy mert még fiatal az ember, olyankor ilyen benne van egy ilyen pökhendiség, elestem, és akkor ilyen nem az, hogy fölugrok, visszafutok, hanem elkezdtem még ott így morgolódni, meg szóra, hogy hülye voltam, és... De aztán persze felálltam, visszafutottam, mert kicsit így cikinek is éreztem, úgyhogy nem volt egy ilyen jó érzés. Jó, nyomjuk tovább. Jó. Akkor hát most bedobom. Nagyon koncentrálok! Nagyon jó. Ki az a játékos, akivel nagyon szívesen játszanál együtt, és legfőképpen ki az, akit nagyon nem örülnél, hogyha a csapatodba cserélnék, vagy a csapatodba írna alá? Hát mindenképp LeBron James-el játszanék együtt. Így, ez könnyű, túl könnyű. Könnyű, persze. Szerintem nagyon sokan ezt mondanak. Hát kivel nem játszanék együtt? Én például James Harden-t nagyon nem szeretem. Eddig 2-ből 2. Igen? Ő például nekem nem szimpatikus, úgyhogy ővel nem játszanék, nem annyira. Meg is vagyunk. Kihagytam. Végre egy újabb kihagyott dobás, sokat kellett rá várni. Bírózás. Volt-e olyan, hogy hát szitted a bírót, de nem azért, hogy hallja, hanem csak úgy magadban, viszont meghallotta és csúnya vége lett? Vagy ha ilyen nem volt, akkor mi a legemlékeztesebb ilyen bírózós történetet? Hát olyan még nem volt, hogy csak úgy szittam volna. Hát nyilván nem előzmény nélkül. Mármint, hogy igen. Hát nem szidásnak mondanám, ezt inkább egy ilyen reklamáció vagy igen, reklamálás. Érne. Az ember benne van az igazságérzet, és úgy gondolja, hogy ez nem az volt, amit ő gondolt, vagy ő látott, ezért ezt megpróbálja megbeszélni. Kicsit nyilván. Mérkőzésen ez mindig... És ezt nyilván kicsit nagyobb hévvel tesz. Igen, ezt vehemensebben az ember, amikor mondjuk a mérkőzés hevében van. Uh-huh. Na, hát pont, mondjuk fiatalabb, idősebb... Most fiatalabb koromban ez máshol volt, most már idősebb vagyok, ezt próbálom egy kicsit így tényleg úgymond megbeszélni, vagy egy ilyen normál hangnemben szóvá tenni. De volt olyan, hogy olyan hangnemben jött ki, aminek valami következménye volt? Hát volt már olyan többször sajnos, hogy technikaival büntettek, nem egyszer. De szerintem hát azért ez mindenkiben van egy ilyen, nem jó, persze nem mindenkiben, de sok emberben van, aki nyerni akar, és benne van az, hogy mondjuk egy olyan szituáció történt, amit ő másképp érzett, vagy másképp látott abban a pillanatban, és akkor benne van ez, hogy nyerni akarok, ez mondjuk egy befolyásolhat egy dolgot a mérkőzésen, és akkor természetesen ezt megreklamálja és szóvá teszi, hiszen sportemberek vagyunk, és mindig nyerni akarunk. És amúgy mi az a határvonal, ahonnan a gyakorlat szerint, hiszen nekem a zéró gyakorlatom van ebben, neked jóval több, hogy mi az a határ, ahonnan azt mondják, hogy na jó, van technikai haver, és mi az, ami még belefér effektív reklamációként? Ezt te hogy tudnád így laikusoknak átadni? Ez mindig más.
minden mérkőzésen, minden embernél más. Minden bírónál? Hát így van, így van. Szerintem amúgy ez attól is függ, hogy mondjuk milyen a kapcsolatod, úgymond, mert vannak olyan játékvezetők, akikkel az ember közvetlenebben tud beszélgetni, és mondjuk, hogyha önálló megreklamál valamit az ember, akkor nem biztos egyből technikai, de és vannak olyanok, akiknek mondjuk te sem vagy szimpatikus, aha, és akkor mondjuk, ha odaszólsz, akkor lehet, hogy könnyebben ad egy technikait. Tehát akkor nincsen ultimate rendszer ebbe. Hát ugye ez ugye minden mérkőzésen más. Szóval ez minden mérkőzésen a játék, mindig más játékvezetők vannak, máshol húzzák meg a vonalat, hogy mit lehet és mit nem, úgyhogy ez tényleg minden meccsen más. Oké, akkor tovább. Jó. Ez egy kihagyott. Még az a sport, amelyben azt mondod magadról, hogy vállalhatatlan vagy benne, és hogyha teljesen át kellene 2-3 percig, akkor összedőlne a világ. Biztos sok ilyen van. Tényleg? Nem, hát sok olyan sport van, amit az ember nem tud. Hát effektív, amit már próbáltál, és teljesen voltál hozzá. Aha. Hűha, ez jó kérdés. Nem sok mindent próbáltam, tehát most természetesen labdarúgás, foci, ezt próbáltam. Ilyen röplabda, vagy ilyen ez a strandröplabda, ilyeneket az ember kipróbál. Aztán? Minigolfoztam, de hát így beütögettem egy 10-ből, 20-ból. Nem tudom, úgy nagyon béna, nem tudom miből lennék, így. Nem mondom, hogy univerzális vagyok, de úgy szeretek sportolni, igazából úgy kipróbálok szívesen mindent. De úgy nagyon bénát nem mondanám, hogy nagyon béna lennék. Sajnos a 3 pontos dobásban határozottan nem vagy béna, úgyhogy kicsit izgulok, hogy mi lesz a vége, de folytassuk és meglátjuk. Nyomjuk. Újabb hiba. Így van, sajnos becsúszott. És ezzel az utolsó kérdésemet fogom föltenni, ami pedig egy csajozós tematika. Csajozós. Mennyire lehet csajozni élsportolóként? Mennyire plusz ez? Illetve nagyon szeretnék most már egy tényleges sztorit kihúzni belőled legalább az epizód végén csajozással kapcsolatban. Nyilván nem muszáj magadról, hiszen tudom, hogy te boldog párkapcsolatban élsz, de a környezetedből valami emlékezetes csajozós sztori. Lehet ciki is, lehet sikeres is. Írd meg te a mese végét. Hát igen, én házas ember vagyok, úgyhogy én nagyon régóta nem csajozom. De hát, mint sportoló szerintem ez biztos így vonzóbb így a hölgyek számára. Uh-huh. Akkor van ilyen, lehet. Csak. Van, szerintem lehet. Hát fiatalon az ember könnyebben csajozik, hogyha sportoló, szerintem. Ezzel azért jó pontokat lehet szerezni. Ez a deltás test miatt van, vagy van ennek valami? Hát lehet, hogy a test miatt is, nem tudom, de szerintem inkább ez egy ilyen pozitív hatást kelt a lányoknál, szerintem, de hát nem tudom. Ezt kérdezd meg a csajoktól, hogy a sportoló fiúk, miért vonzóbbak, vagy miért nem. Jó, hát elfogadjuk. Akkor viszont minden lehetek, hogy a maradék pár dobásommal legyűjjek a hármasba, hogy legalább ennyi elégtétel legyen. Ezzel bevégeztetett. Hát, köszönöm szépen a lehetőséget, és azt meg még inkább köszi, hogy ránk szántad az idődet. Kedves nézőknek azt üzenem, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és tartsanak velünk legközelebb is, hiszen hasonló közegben, ugyan nem Zalaegerszegen, és nem veled, de várjuk őket szeretettel, úgyhogy találkozunk legközelebb, addig is sziasztok! Sziasztok!